Így fog kinézni a katolikus rendezvényközpont Nyíregyháza belvárosában. A nyíregyházi törvényszék mellett a Samasa József téren épül fel a létesítmény. Négy szinten és csaknem 1500 négyzetméteren hatalmas előadóterem, mellette kávézó, kiszolgáló helyiségek és öltözők kapnak helyet. Az alapkőletétel előtt szentmisét celebrált a nemrég felújított Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban Palánki Ferenc megyés püspök. Az eseményen felszólalt Nyíregyháza polgármestere is. Kovács Ferenc azt mondta, a katolikus rendezvényközpont egész Nyíregyháza közösségét szolgálni fogja. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvényközpont is sokat fog tenni azért, hogy a közösségünk, a keresztény értékeik erősödjenek, és talán mondhatom nyugodtan reformátusként azt, hogy ez nem csak az egyházközség, nem csak a római katolikus számára, az egész város közössége számára nagyon fontos. Ez már az építkezés helyszíne, ahol az alapozás kezdődött el. Itt rakták le ünnepélyesen azt az időkapszulát, amelyet aztán egy fedkővel fedtek le. Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, erősíteni kell a helyi közösségeket. Sikerült, hála Istennek, most a 100 éves templom felújításával megmutatni, és annak a felújításnak a befejezésével bemutatni, hiszen mégiscsak Nyíregyháza szívében ez a csodálatos templom itt áll. Nagyon veszélyes állapot volt, és most megújul. De ugyanilyen fontos az, hogy közösségeket is építsük. Egyháziakat is, családi és fiatalokkal való foglalkozó közösségeket is, és ennek tulajdonképpen az egyik szintere lesz az a közösség, hely, mely a katolikus egyháznak a szolgálatában fog állni, de ők pedig szolgálni fognak mindenki mást ezen keresztül, nem csak a hív embereket, nem csak a katolikusokat, keresztényeket, hanem másokat is. Szó esett arról is, hogy a templom felújítása, valamint a rendezvényközpont megépítése után tervezik egy harangjáték megépítését is. A rendezvényközpont csaknem 1,2 milliárd forintból 2025 tavaszára készül el Nyíregyházán.